Az élvonalban újonc Csészé Völcsi 1924 csapatát fogadta a Marosvásárhelyi VSK férfi kosárlabda csapata. Bár jól indított a házigazda, végül a vendégek arattak meglepően nagy arányú 22 pontos győzelmet. Az élvonalban újonc Csészé Völcsi 1924 csapatát fogadta a Marosvásárhelyi VSK a férfi kosárlabda bajnokság B-jelű konferenciájának 5. fordulójában. A mérkőzés elején váltakozva vezettek a felek, majd 9 pontra elhúzott a VSK. Az ellenfél még szünet előtt egyenlített, majd a második félidőben megállíthatatlanná vált, kihasználva a marosvásárhelyi védelem apátiáját és a támadójáték hiányosságait. A mérkőzés váratlanul nagy arányú 94-72-es vendéggyőzelemmel zárult. Nagy szégyen az a hozzáállás, amellyel a második félidőben játszottunk. Persze vannak napok és napok, ők pedig egyre magabiztosabbak lettek a hanyagságunk miatt, és egyre jobban kezdtek játszani. Nagyon jól dobtak kintről, mi viszont egyre rosszabbul játszottunk. Elemeznünk kell a történteket, le kell ülnünk, hogy megtaláljuk, mit tudunk korrigálni. Sánta Szabolcs csapatkapitány híradónknak kifejezte csalódottságát. Sajnos azt bizonyítottuk be ma, hogy milyen kicsi csapat vagyunk. Mi csinálunk egy jó meccset, nem eztünk jól egész héten. Mikor fenn vagyunk 10 ponttal, mindenki magára gondol, önzősködik, senki se arra gondol, hogy a csapatnak hogy segítsen, védelembe elsősorban. Kicsit fenn vagyunk, mert mindenki magára gondol, pontokat dobjon, minden kicsi gyenge csapat. A VSK nehéz feladat előtt áll, hétvégén az ezüstérmes Nagyváradi VSK otthonában lépnek a pályára.